A Jancsár kert egy megyei hatósugarú, székesfehérvári székhelyű hagyományőrző vásár, piac és közösségi tér. Székesfehérváron a Balatoni út 10-es szám alatt a Jancsár körforgalom előtt található. Állattartók, hústermelők, illetve a zöldségtermelők, gyümölcstermelők itt a környéken élnek, itt a környéken termelnek, és ez a rövid 20-30-40 kilométerre szállítási távolság nem indokolja azt, hogy tartósítószerrel vegyszereket építsenek be az élelmiszerekbe. 2013 márciusában nyílt meg a heti termelői és biópiac, amely jó minőségű, kedvező áru, friss élelmiszereket kínál, továbbá ahol a vásárló kulturált körülmények között állandó árusoktól rendszeresen friss, házi, kézműves, egészséges, ellenőrizhető eredetű, biztonságos termékeket vásárolhatnak. Elérkeztünk a 300. szombati piachoz. Megtisztelő dolog számunkra, hogy felvételt kerültünk Fejér megye értéktárába, hiszen úgy valljuk, és nem csak mink, hanem a hozzá látogató vásárlók is, hogy valóban értéket jelent az, hogyha az egészség megőrzésére törekszünk, az, hogy közösséget építünk, az, hogy egy rendszeres találkozási helyet létesítünk itt fehérváriak és a környéken élők számára. Szeretnénk Fejér megye értéktár olyan tagja lenni, akik mindig újabb és újabb lépéssel előre jutnak. Szeretnénk sokkal környezetbarátabbá, sokkal zöldebbé tenni a piacot. Ezzel még inkább szeretnénk méltó tagja lenni a megyei értéktárnak. Azok a termelők, akik minden héten a piacon árulnak, több mint 30 településről érkeznek. Például Magyaralmás, Sáregres, Mezőfalva, Lovasberény, Aba, Szabadbattyány vagy éppen Mór. A vásárlóknak az élelmiszer feldolgozással kapcsolatban az árusok tanácsokat is nyújtanak, recepteket adnak, illetve népszerűsítik az egészséges élelmiszerek fogyasztását. Emellett ápolják a népzenei hagyományokat, mivel a piacon rendszeresen szól a citera, illetve tekerőt, ütőgardont, de esetenként tárogatót is lehet hallani.